erős vár a mi Istenünk. Jakab leveléből olvasok egy verset. A hit, ha cselekedetei nincsenek, halott. Teréz anya mondta a következőket. Napjainkban a legnagyobb betegség nem a lepra vagy a rák, hanem az elhagyatottság. Amikor valaki úgy érzi, hogy nem törődnek vele, nem kívánatos, és magára hagyták. Ezért töltötte ez az asszony egész életét beteg gyerekek megmentésével és haldoklók ápolásával. És amikor egyik alkalommal megkérdezték tőle, hogy miért teszi, ennyit válaszolt, mert Jézus is ezt tette volna. Ez ilyen egyszerű. A Biblia azt mondja, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni elesettségünkön. Ha nem tudsz együttérzően közeledni az emberekhez, akkor nem is tudsz igazán szolgálni feléjük. Jézus észrevette a leprásokat, a veszteseket, a magányosakat, az elveszetteket, mindenkit, akit a társadalom kitaszított magából. Közösséget vállalt velük, és egyáltalán nem érezte magát kényelmetlenül közöttük. Gondold végig, te hogyan vagy ezzel? És hogyha fontos neked Jézus példája, akkor tartsd szem előtt, nem tudsz meggyógyítani egy megtört szívet, ha nem érzel vele együtt.